A fiatalok egy-egy tablet segítségével irányítanak két robotra hasonlító guruló eszközt, így fociznak. Itt viszont már egy robotkar adja kézbe a kért tárgyat, jelen esetben egy kulcstartót. A kis robot figura pedig pont úgy táncol, ahogy a gazdái, megfelelő programozással ugyanis leköveti a kívánt mozgást. A legkülönfélébb eszközöket lehet megtekinteni és kipróbálni a Nyíregyházi Digitális Tudásközpontban. A 21. század az a digitalizációról szól, és a digitális képességek fejlesztése az szinte elengedhetetlen. Ez olyan, mint 200 évvel ezelőtt az írástudás megjelenése, vagy az analfabetizmus felszámolása, és ez a digitális tudásközpont egy Nyíregyházán a digitális jóléti program része, Nyíregyháza stratégiai együttműködési megállapodást kötött ezzel a digitális programmal, vagy jóléti programmal, és ebből alakították ki ezt a digitális tudásközpontot, amelynek két elemére hívnám fel a figyelmet. Az egyik a módszertan, hogy a digitális képességet, készséget hogyan kell fejleszteni, a másik pedig, hogy kik használhatják. Az épület nyitva áll az iskolák és a civil szervezetek számára egyaránt. Szakkörök, táborok szervezésére és lebonyolítására van itt lehetőség. A fiatalok minden kreativitásukat kiélhetik, hiszen a mai gyerekeknek már szinte a vérében van a digitalizáció. Amikor 2 éves volt a kisfiam, akkor elromlott a számítógépünk, és elvitettük megcsináltatni, szakember visszahozta, és annyit kérdezett, hogy mondjam már meg, hogy ki nyúlt utoljára a géphez. És akkor mi mondtuk, hogy a 2 éves kisfiunk volt csak, aki hozzányúlt. És azt mondta, hogy visszabontotta a számítógép agyát, hogy ő bele tudjon lépni egy programba. És hogy el ne merjem tiltani a számítógéptől a kicsi gyereket, mert bizony ez a jövő generációját fogja szolgálni. Az itt található eszközök kortól függetlenül megalapozhatják a ma már szinte nélkülözhetetlen digitális tudást. A gyerekeknek azért jó, mert ez játékos és viszonylag egyszerű. A haladóbb programozóknak már Pythonban is lehet programozni ezeket a robotokat. Mi az, amit meg lehet tanulni egy ilyen robottal egy gyereknek például? Hát az algoritmikus gondolkodást, az, hogy hogyan épül fel egy program. És hát gyakorlatilag van ezek közül olyan, ami az ipari robotoknak egy ilyen lekicsinyített és leegyszerűsített verziója, szóval később erre is hasznos lehet, hogy esetleg valaki nagyba akar gondolkozni. Nem csak a gyerekek kíváncsiak a különböző fejlesztésekre, a tanulás bárki számára elérhető. Idősebbek is elkezdhetik, mindenki, akit akár még nem érintett meg a digitalizációnak a szele, akár szeretne magában egy kicsit több tudást tudni, vagy a digitalizációval kapcsolatban több ismerettel rendelkezni, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a munkaerőpiacnak ennek a 21. században elég erőteljesen a digitalizáció által megérintett és átalakított munkaerőpiacnak hasznosabb tagjai tudnak lenni. És akár a jövőbe is bepillantást nyerhetnek a mesterséges intelligencia segítségével. Ez a robot kutya megkapja a vezényszót, vakkant egyet, és a jól megérdemelt fejvakarás után végrehajtja a feladatot. Ez a robot kutya 2 millió forintba kerül. De más érdekes, szinte hétköznapi eszköz is van a tudásközpontban. Ez a 3D nyugtató jelenleg az egyik legelterjedtebb az iskolákban, mert egy könnyen kezelhető, úgynevezett PLA műanyagot megolvasztó technikával nyomtat különböző 3D tárgyakat. A háromdimenziós tárgyak azok egy tervezőprogrammal lettek megtervezve, utána a speciális nyomtatónak a szoftverével úgynevezett felszeletelve, mert a szeletek azok a rétegek, amelyek alapján össze fog állni majd a kéztárgy. Ezek a rétegek minőségtől függően beállítható különböző nagyságban, attól függ, hogy mennyire szép, vagy hasznos, vagy erős, vagy különböző alakozatot akarunk nyomtatni. Ezzel a technikával készült el a Nyíregyházi Digitális Tudásközpont jelképes kulcsa is, amelyet szerdán vehetett át a város polgármestere.